Adott jó néhány hiperaktív, azaz érzelmi és figyelemzavaros 9-10 éves gyerkőc, vegyük melléjük a gyermekház iskolát és a hiperese sportegyesületét. A kettő aztán kiad egy kezdeményezést, a címe Fogadj örökbe egy vívót. A kezdeményező egy korábbi öttusázónő, ma pszichológus és edző, Simóka Nóra, aki magával hozta egyik kis védencét, német Márkot is, velük beszéljük meg a vívás és a segítségadás gyönyörűségeit. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Na, hát akkor induljunk a vívástól. Márk, szeretsz vívni? Igen. Miért? Hát jó. Mi a jó benne? Nem tudom. Átfutós. Nyerni szoktál? Átfutós. Nyerni szoktál? Átfutom, igen. No, mi itt a feladvány, Nóra? Hát pont ez a lényeg, azért is válaszoltunk nehezen, mert hogy eljutottunk a gyerekekkel most már egy szintre, benne lakozó utcai iskolában, és egyébként a Cázár András utcában is van a gyermekháznak egy épülete, ott is haladnak, ott a fiúk haladnak a vívással, de hogy nem tudunk tovább lépni, ezért is született ennek az örökbefogadónak az ötlete, hogy ott felszereléseket kérjünk, az sem örökbe, hanem kölcsön a vívóktól, barátoktól, pártolóktól, és így tovább. És a győztesség kérdésére azért válaszoltunk nehezen, mert hogy pont ez a hiány, tehát hogy beöltözni még nem tudtak egyszer se a gyerekek, úgyhogy most szerdán lesz a nagy nap, amikor mindenféle olimpiai bajnokok és világbajnokok és barátok és mindenki jön nekik ebben segíteni. Amikor azt mondod, hogy nem tudtok tovább lépni, az azt jelenti, hogy nincs pénzetek, nem? Így van, egész konkrét. Tehát egy teljes komplet vívófelszerelés az legalább 50 ezer forint, és ugye 31 gyerekről beszélünk, az iskola 31. Várjál, számoljuk. 18-an vagyunk. Na várjál, mindjárt látod, Nóra. Először is 20-an vagyunk az osztályban. Először is 20-an. És mondtam, kit felejtettél el, Márk? Nem tudom. Hát ki a kedvenced az osztályból? Utoljára 18-ra számoltam. Hát azóta lehet, hogy még ketten jöttek. Na várjál, de hogyha a vívásnál így számolsz, akkor alul fogsz maradni. Inkább többet számolja, mint ott még nem tartunk. Számolni még nem számolunk a víváson. No, szóval. Szóval? Szóval ott tartottunk, hogy ez a pénztelenség. Szóval, hogy hát igen. Adott egy nagyrakás gyerek. Ugye 31 fő. Na most ugye eleve az iskola olyan gyerekekkel foglalkozik, akik hátrányos helyzetűek, mindenféle problémával vannak megáldva, tehát hogyha van, amire tudnak a szülők az iskolán kívül még pénzt szánni, az valószínűleg külön fejlesztés lesz, logopédus, ilyesmi. A vívás az sokadik sajnos a sorban, viszont egy nagyon jó kitörési lehetőség, és nagyon jó terápiás haszna van. Miért jó terápiás, és miért a vívás? Na, ez a kedvenc témám, úgyhogy akkor elkezdem sorolni. Hát mondjuk egy figyelemzavaros gyereknek megtanítja kitolni a határait, megtanítja arra figyelni, amire éppen akkor, abban a pillanatban kell. Rengeteg játék figyelsz van. Figyelsz már? Na, tessék, itt van, na, a hatás. Na. Hát akkor ugye agresszív gyerekeknek a legkönnyebb, mert olyan vajszívű a Nóri néni, ez azért. Tehát egy agresszív gyermeknek, aki nem nagyon tudja kordában tartani akár az érzelmeit, akár az agresszióját, azt megtanítja ugye szabályok közé, keretek közé szorítani, mindez biztonságos védőfelszerelés mögött, úgyhogy ezért nagyon sok felületet ad arra, hogy kiéljék a gyerekek az érzelmeiket, illetőleg megtanulják a helyes mederben tartani azokat. Ha nézzünk más sportágakat is, akkor még mi az, aminek ilyen nagyon jótékony hatása van? Hogy néz ki az öttusa ebben? Az öttusa? Igen, ebben. Mi a legjobb öt? Az öttusa talán az egy ilyen végső pont lenne egy ilyen terápiás folyamatban. Hogyha még van, amilyen sportágat tudnék mondani, aminek a terápiás jellegét ki lehetne esetleg dolgozni, akkor az a kézilabda lenne, egyrészt azért, mert az a kedvenc sportom a vívás mellett, másrészt meg ott a csapat, ugye a közösségnek a megteremtése, meg ugye egyáltalán az egymásért való harcolás is adott lenne. Nehogy itt elunjál minket, azt mondd meg nekem, hogy mit szeretsz még, milyen sportágokat a víváson kívül? A kézilabdát. Igen? És azt miért? Hát jó. Mert ott is van kitörés? Nincs. Hát ott betörés van, nem? Nem. Én a focit szeretem a legjobban, meg a vívás, meg a kézilabdát. És jól is megy a kézilabda? Nem jár a kézilabdára, csak a vívásra. Igen, tehát hogy néz ez ki egyébként a srácoknál? Milyen gyakran, meg milyen sportterápiának vetitek alá?
Hát ők az első olyan osztály, akik már a sportiskola részét képezik a gyermekháziskolának, tehát nekik órarend szerint van a vívás, egy héten háromszor találkozunk, azok a közös edzések, tehát egy héten háromszor 45 percben edzünk közösen, és akkor az utóbbi időben pedig 3-4-esével viszem el őket először szúrópárnázni, egyéni foglalkozás, és most már ott tartunk, hogy iskoláznak, ami azt jelenti, hogy ugye én a vívóedző beöltözöm, és akkor engem szurkálnak. Rajta, az nem rossz, nem a tanárnőt szurkálni, igaz? Az király, nem? Hát eddig az aratta a legnagyobb sikert. Már megint nem engedte az a időbe. Bizonyám. Azon csodálkozom, csak úgy csinálok, mint a csodálkoznék, hogy mekkorák az anyagi nehézségek, és mekkorák a bajok által. Nem kicsik, igaz? Így van. Hát ugye egyáltalán az iskola most elég nehéz helyzetben van ezekkel a támogatásoknak a megvonásával, vagy legalábbis csökkentésével. Ugye a sajátos nevelési igényű gyerekek után az állam ugye elvileg fizet, ezt a támogatást, ezt lejjebb vették, a szülőkre még nagyobb teher hárul, úgyhogy igaziból az egész iskolára jellemző, de hogy ebben az iskolában a vívás megtalálja a helyét, az önerőből nem ment volna. Úgyhogy ebben fog segíteni leginkább ez az örökbefogadó nap. Még hogyha egy ilyen egyszeri alkalom is lesz az elején. Kétszeri, nem? Kétszeri. Mert hogy lesz márciusban is. Bizonyám, az pedig a Hiperkupa keretein belül lesz, ami már ötödjére kerül megrendezésre. Úgyhogy. Nagyon nagy segítséget jelent ebben az, hogy Nagy Timi, Imre Géza, tehát, hogy ezek a, nem is ezek, tudnám ezek a nagyon jó emberek odállnak az ügy mellé. Igazából féltem is ettől a kérdéstől, mert tudom, hogy szűkös az időnk, de most így el tudnám kezdeni sorolni, hogy mennyien és mennyire sokat szeretnének, és jönnek, és ígértek, és segítenek. A Nagy Tíme és az Imre Géza egy kérdésre azt mondta, hogy természetesen itt vagyunk, a kulcságyőző személyesen nem tud jelen lenni, de tegnap engem megkeresett, hogy milyen hozzájárulással szeretne élni. A Békés Csabának a sportegyesülete egy egész ilyen régi használt cuccokból összeállít nekünk egy csomagot, azt oda is adja örökbe. A PBT, ami a Magyarország vívós boltja, ott lehet megvenni a vívós felszereléseket, biztosít nekünk pástokat, meg ilyen kijelzős gépeket, úgyhogy egész jó kis esemény kezd alakulni. Jó van, akkor hajrá nektek hozzá, te pedig nyerni fogsz, igaz már? Igaz. Igen. Jó, legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget.